Hello, sziasztok, Norvi vagyok, és a mai adást Mr. T fogja szponzorálni. Igen, nézzétek, megérkezett a szupercsapatból a legenda, ez egy ikonikus figura, most zsákoltam be és nagyon örülök neki, vagy a geek falamra. Na szóval, a mai videóban, hú ez milyen magas, a mai videóban az osztálypénzről lesz szó, hát ugye ez gyakorlatilag szülőként, vagy gyarló szülőként gyakorlatilag szinte minden szeptemberben előkerül mindenki életében, amikor a osztály, vagy OVI-ban különböző nézőpontra rendelkező szülők próbálják megfejteni a dolgokat, és kitalálni, hogy akkor milyen költségvetéssel működjön ez a, ez a történet. A legkritikusabb egyébként, amikor kezdi a gyerek az ovit vagy, vagy iskolát, hiszen akkor újak közeg, megy a szülők között a, a mézes mázor verseny. Hoppá, leverem a, a telefon. Megy a, a mézes mázor verseny. Beszólni, vagy éles véleményt megfogalmazni, véletlenül sem akar a legtöbb. Nem akarja tönkretenni a gyerekének a következő 3-4 vagy 8 évét. Próbál mindenki szépen a tömeggel haladni, csak az a baj, hogy nagyon sokszor a tömeg az teljesen diszfunkcionálisan működik, hiszen nem, tehát, mint ahogyan, és nem azért, nem bántás, csak nyilván mondjuk pénzügyekhez nem ért mindenki, mint ahogyan, tehát mint a 30 random emberből nem lesz 30 orvos, nem lesz 30 ügyvéd, de valamiért úgy gondoljuk, hogy a pénzügyeket uh, ilyen téren sem kéne, nem bízunk rá pénzügyesre, hanem mindenki saját maga, maga tudásával és prekoncepciójával próbálja megfejteni, mi a megoldás, bár hozzáteszem már most, hogy hogy azért a megoldás az a megszülete 10-20-30-40 évvel ezelőtt is. Valahogyan azért osztályok, csoportok nőttek fel úgy, hogy tudtak létezni. Egyébként első gondolatom az volt, mikor most hogy minket több ponton sérint ez a mennyi legyen dolog. Vagy, de nem merem beírni, most én leszek a, a, a segfely, már bocsánat, ú, nem, nem káromkodok, tehát ez hol. Um, inkább csöndben maradok, mert azt az volt, mi lenne, ha me, ahelyett, hogy mi itt megpróbáljuk megfejteni, hogy mennyit kell fizetni, mi lenne, ha megkérdeznénk a tanárnőt, hogy mennyit kell fizetni, mi volt a tapasztalat előző turnusa, mennyiből jött ki, és akkor mondjuk arra rászámolunk egy inflációt, vagy valami, egy 20%-ot rádobunk, és akkor lehet, hogy kiadja az a matek, ami, ami lehet, hogy reális lesz, de nem, általában az a szülők maguk próbálják ezt jól megfejteni, és hát ebből mindenfajta megoldás megoldás születik. De mire való az osztálypénz? Hát a többféle hozzáállás létezik, az egyik a minimumra törekszik, az abszolút, az egy kötelező rossz, a más, és majd ugye majd mindig esetik, esetenként majd fizetünk pluszba, csak ne kelljen vagyonokat felhalmozni, még a másik megoldás, egy normálisabb keretet meghatározzunk, és akkor az a mondás, hogy mindent ebből is fizessünk, és lehetőleg ne kell befizetni, és ne kell jobbra balra utalgatni. Itt jegyezném meg, azért a szülők az értsék meg, hogy van az SMK szülői munkaközösség, ugye ez általában senki nem akarja vállalni, de aki vállalja, annak a legszarabb szerintem. Ever ami létezik, és elmondom, miért feleségem több turnust vitt így, és jóha, én már le is tiltottam, mondtam neki, hogy most a suliba eszébe ne jusson, tehát mélyen, csöndbe ö, szerényen húzódjon meg, fel se dobja, ne is szóljon hozzá, mert hogy gyakorlatilag az történik a SMK-val kapcsolatban, ugye, tehát ne el az smk az, az, az egy érdekes pozíció, mert végül ő tartja kapcsolatot a tanári vagy a pedagógus karral és a szülők között, tehát egy híd, egy információs híd, amit lehet, és jó, lehet jól, és jó, jó rosszul, tehát nagyon rosszul is csinálni. De azt tudni kell, hogy bárhogyan csinálod, mindig lesznek anok, akik elégedetlenek, akiknek az nem tetszik, akik okosabban csinálnák, és általában nem is szembe, hanem hátod mögött pusmogják ki, és aztán a következő, ugye nyilván szülőként neked elsődleges adatod a gyermekednek a jólét és a gyermekednek a, a szociális életnek a biztosítása. Na most a smk val az a, az a, az a, az a nehézség általában, hogy hát a szülők elég furán értelmezik a, a előre meghatározott összegek befizetésének a módját, hiszen ö, hát van, aki nem utal. És itt pár ezer fontokról beszélgetünk. Hát van, aki év végén sem utal, van, akire rá kell szólni a következő év elején, hogy utaljon, és ezek ilyen kellemetlen beszélgetések, meg ugye az SMK-sok ezt figyelme kell tartania, és ezért a nulla forintot kap, cserébe a legjobb, hogy onnan, tehát cserébe, tehát a legjobb verze az az, ha minden, minden tökéletesen csinál, is valakinél biztos, hogy hátré fog sorolódni, tehát ez egy eléggé szar pozíció. És hát azért tegyük hozzá, a smk az nem pénzbe hajtó, és hát nyilván itt a szülők felelőssége a lényeg, de hát ugye a szülők azok, hát a fejlődött emberek ritkán várnak felelősséget, tehát ritkán mondja azt, hogy igen, én vagyok a barom, mert én nem utalok, hanem nem, a másik a barom, mert még kérdezi mi az, hogy te a saját zsebből meg előlegezi, és még akkor várja vissza a pénzt. És akit én már hallottam olyan verziót is, ahol kb. ez a, még meg is próbáltam megalázni az eszemkást azzal, hogy ez nem nálunk volt, de hallottam ilyet, hogy, hogy jaj, most az a pár, ez 2000 forint most tényleg kell, nesze itt van. De tulajdonképpen csak azt kérte az smk s amit előre volt irányozás, és amit a saját zsebéből finanszírozott elő ennek a jó téteménye. Jó léleknek. Na mindegy. Ö... Szóval. No, ha no, sokan nem értenek egyet azzal a helyzettel és az egy helyzet, aminek nem tudunk alapvetően változtatni, hogy a intézmények forrásjánjal küzdenek, ezért például a szülők fizetik a havi tisztasági csomagokat, WC, papír. WC papír, zsepi, törlőkendő, és lehet hisztikélni, tehát én már láttam az EFE csoportban is, mert mi szó, mert csináltam ott egy szavazást ezzel kapcsolatban, de attól ez még a kell dolog. Tehát lehet úgy tenni, hogy majd a rendszert mi fogjuk provokálni, hogy a, a, magyar állam végre a kurva, vagy nagyon sok adó forintunkból legyen már szíves visszaforgatni, mert mert értjük azt, hogy itt a burzsvázi az, az, az épül, és nagyon jó, nagyon szuper, csak nem ártana, hogyha a, a jövő rabszolgáinak a pompolóját ki lehetne törölni tanítás alatt, ha, ha nem gond, ha, ha nem zavarja ez a döntéshozókat, de ha zavarja, elnézést kérek. Önkritikát gyakorlok, és megtöntöm a gyermekemet csalánnal popsit törölni, de ez egy adottság. Tehát ez van. Ritkán sikerül a vízfejeket ott fenn más belátásra téríteni, vagy ösztökélni azzal, hogy a te gyerekedet halára szivatod. Tehát kell, tehát erre pénzt kell áldoznod. Ebből az osztálypénz keretből menne egyébként, ezen kívül, ha a csoport vagy osztály elmenne kirándulni, nagy is nem buszhoznának -e egyet, minket nyilván nem BKV, hanem mondjuk bérelnének egy saját buszt, vagy éppen valamilyen belépőt kéne a állatkert vagy a színházba fizetni. Talán még egy gombot, fagyinak is bele kéne ebbe a keretbe szerintem férnie. És elvileg ebből a keretből kéne a pedagógusoknak az elnékokat is intézni. Persze ilyenkor már megint jön, most egyre több a, a baromi öntudatú a szülő aki jól megszakfejti, hogy hát itt a, a... Mit kell ajándékozni? Nem kell a tanárnak ajándékozni semmit. Én erre azt tudom mondani, teljesen igazad van, sőt nem is kell ingyen iskolába járatnod a gyerekedet, el lehet vinni fizetősbe is, felmettek a hegyekbe, taníthatod magadnak, vagy gondoljuk úgy, hogy a pedagógus a te kölködett pedagógizálja, elég nagy részébe az évnek, és amikor abból indulsz ki, hogy ott a nyári szünet, és a második héten imádkozol, hogy legyen már nyárnak vége, mert már nem bírsz a gyerekeddel semmilyen szinten, akkor azért három könycseppet morzsolj már el szerencsétlen pedagógusért, akinek mondjuk 25-ször pistikét jut egy évben. És akkor neki meg egyébként a hülye szülők is kell bunyóznia, grátis. Le és mellé mondjuk nem kap olyan anyagi megbecsülést, és akkor így eljutunk oda, hogy lehet, nagy Isten, hogy egy, egy, pici ösztökélést, hála, egy valami kézzel a dolgot lehet, hogy megérdemel, meg nyilván, hogyha mondjuk a pedagógus kapott valamit, akkor úgy érzi, hogy elismeri az osztály, a csoport, és akkor jövőre még lelkesebben megy neki általában, emberi reakció, tehát ez okokozat. Nem hiszem, hogy az életben, annyi, tehát annyi helyen tudjuk itt a péniszt méricskélni, annyi helyen tudunk odavágni a rendszernek. Miért pont itt? Tehát tehát akkor ne adjál borra volt az étterembe, de ne a gyerekeddel kísérletezzél, hogy na vajon mi lesz? Hát mi lesz, ha demotiválod a tanár? Na vajon mi lesz? Ö, szóval szerintem ez a fent a kell kategória. Ö, olyanokról, mint foci labda, és társadalmán is beszéljünk, ami általában nem szerveződik magától, hanem valamelyik szülő megunja, meghallja, meglátja, hogy a gyereke az a levegőt rugdossa, a légfociznak konkrétan a udvaron, zárójel, mennyire felháborító, hogy az iskolákban nincsenek megfelelő mennyiségben eszközök, amit akár a gyerek random te során kívül is tud használni, zárójel bezárva, vagy, vagy Bármilyen én még bevallom, zárva, tehát még egy zárójelet nyitok, én még ezt eddig nem tapasztaltam, azt hozzáteszem, de nyilván el tudom képzelni, meg hallom másoktól. És az általánosabban beszélünk országos szinten, rohadt felháborító, tehát, tehát én akármelyik városnak lennék, vagy falunak, községnek az a polgármestere, hát azzal nyitnám minden, bar, minden, bocsánat, szeptembert, hogy egy zsák focilabdával, meg egy zsák ilyen játékszerrel oda mennék minden intézményhez, venni a kamera, tessék, hoztam. Ha ezt az önkormányzat nem tudja a saját zsebből kigazdálkodni, hozzáteszem, ki kéne tudni, akkor pedig saját fizetésemből intézném ez. mert ezek filléres dolgok amúgy hozzáteszem, viszont, viszont jelentősen növelik a politikai élményt is, az előbb meg, a, meg a, azoknak az embereknek az életének a minőségét, akikért én elvileg felesküdtem. De ilyet nem mindig látunk egyébként önkormányzati szinten, tök érdekes. Na mindegy. Ö, hát én azt sem gondolom jónak, hogy valamelyik szülő megunja, saját zsebből vesz. Ö, szerintem osztálypénzből kéne eszi. Ha az intézmény nem tudja, ha a polgés és a mindenféle szervezet erre alkalmatlan, akkor ezt osztálypénzből kéne. Ez így igazságos, hogy mindenki szálljon ebbe bele, és ne legyünk már potyautasok, hogy jaj, de jó, a Peti kérek, a faterja hozott, akkor minden rendben. Én kifejezetten ilyenkor szarul érzem magam, ha ilyen van, és megkérdezem, hogy mennyivel szálljak be. mert, mert egyszerűen nem kell a gyerekem, tehát bocsánat, a gyerekem részét azt nem kell meg kifizetni, mert jó felség, csak nem gondolom korrektnek a másikkal szemben. Luxus vagy minimum? Van egy mondás, ha banánnal fizetsz, akkor majmot kapsz. És ez, ez nagyon igaz az élet minden területére. Ha az osztályban kialakul, és általában kb. a harmadik kialakul a szegénység tudat, és a pár százszontos gondolkodás, akkor az nem feltétlenül biztatja és ösztönzi szerintem a pedagógust abba az irányba, hogy elgondolkodjon mindenféle extrán, készségfejlesztő program, kirándulás, eszköz, mert akárhogy nézem, a pedagógus a negyed felméri a osztály szülőinek az összetételét, és hogyha ő azt érzékeli egyébként, és nagy azt hitt, hogy nem alkot véleményt, hogy hát ez egy bocsánat, de fillér baszó. Egy társaság Hát akkor kevésbé fognak jönni azok a kreatív ötletek, hogy mi lenne, ha csak mondjuk, mert általában mi lenne, ha utána van egy PS számla is, hogy ez ennyibe kerülne, és ezen van, aki meg is tud sértődni, pedig ezen nem megsértődni kell, hanem örülni, hogyha vannak kezdeményezések, mert minél többen kezdeményezésen tud a gyereked részt venni, annál több dolgot tapasztal az életben, annál több hatás éri, és annál, annál több lehetőség lesz a jövőben, mert a gondolkodás módja a mindset, amivel majd rendelkezni fog felnőttként, az így, az így alakul, épül szépen. És hozzáteszem, hogy, hogy tök jó dolog, hogyha nem, nem sablonos az egész, hanem vannak ilyen extra dolgok. Én bevallottan az ország egyik leggazdagabb régiójába létezem. Tehát ez a Budaörs, Biatorbágy régió, ez az egyik leggazdagabb. És egyszerűen meghűlve hallgattam, tényleg, tehát ja, osztály megbeszéléseken, hogy akkor szülők pár száz forinton képesek egyszerűen fennakadni, hogy ez most 600 forint, vagy 200 forint, én így, így nézem, és tudod, konkrétan, hogyha venne engem a kamera, ilyen Monty Python zenét simán be lehetne rakni. nem értem, mi történik ilyenkor, és ugye ránézek az anyukára, aki a legjobban meg van hűlve, és amúgy rajta 3-400 forintnyi ruha az úgy fityeg, érted, az iPhone az, az ott van, kint a 20 millásoktól autó ott van, bőle a kocsiba hazahúz a 100 milliós házába ott van, és akkor azon megy, hogy akit most 3-500 forinttal több vagy kevesebb, teljesen ki vagyok. Tehát engem, tehát számomra ez az olyan jó, ki mert az én gyerekemre is hatással van, ez a fajta gondolkodás volt. Ha őszinték vagyunk, már pedig legyünk őszinték, mert az őszinték vagyunk. Amikor mi voltunk gyerek, legalábbis én, most azt azért mondom hogy így, már egyik a legtöbben már legtöbben már csókolom a köszönnek nekem ez a csatornán, de amikor én voltam gyerek, 90-es évek, akkor már 500 és 1000 forint volt havonta az osztálypénz. A 2000-es években ilyen 1-2000 forint volt. És akkor itt vagyunk 2024-ben, és megint arról beszélünk, hogy 1 2000 forint az osztálypénz. Mi történt? Tehát mi a jó Isten történik ebbe az országban? Mi folyik itt? Mert éppen, amikor én voltam gyerek, akkor 50 forint volt egy fagyi, sőt, én még emszem a, a 10 forintos fagyira, de mondjuk igazságos vagyok, és 9 évek közepén 50 forint volt egy gombóc fagyi, most 5-600 forint. A Woodershi panel volt akkor 3-4 millió forint, most 50 millió ugyanaz, jelzem tisztességgel, alázattal. A fizetés akkor volt 25 forint, képzeld el ma 3-4-5 ezer forint, hozzáteszem gyorsan zárójelbe, abban a régióban én lakom, azért ez így lényegesen magasabb, és hogyha megnéznénk bármelyik osztálynak a összetételét, valószínűleg több, mint a fele, ennél többet keres. Ö, ha meg anya-apa együtt, akkor meg inkább ilyen 6-800-ból él kb. mindenki, minimum. Ö, és akkor ott vagyunk, hogy amikor a szüleink éltek mondjuk 100 ezerből ketten együtt, meg 150-ből, akkor is 1000 forint volt az osztálypénz, és most kell élünk ennyiből, most is ennyi. És persze, lehet mondani, hogy annyival drágábbak lettek az árak, de akkor öngolt lősz, hiszen ha drágábbak lettek az árak, akkor miből gondolom azt, hogy ugyanazt a minőséget le tudom hozni ma, mint 20 évvel ezelőtt ugyanabból a pénzből. Miből? És kérdezem én, hogy miért kéne úgy a minőségben? Miért nem lehet jobba? Miért nem lehet fejlődni, ahogyan egyébként ma már egyértelműen alapcikké vált, hogy külföldre utazol, repülőzöl, ez a nem luxus. Ha, tehát a élet nagyon sok szempontból luxibb lett a régi mentőtáshoz képest, akkor ebben miért nem? És érdekes volt az osztálypénz, nem hajlandó emelkedni, mint hogy a csádi pótlék sem. Lehet, hogy a csádi pótlékhoz igazítjuk az osztálypénzt, kezdem azt hinni. Uh, persze olvasom véleményeket, hogy minden rendben, hiszen havi 1500 forintból vígan kijön a matek. Látok ilyen véleményeket, és erre azt mondom, hogy elhiszem, teljesen elhiszem. Mert mindent ahhoz igazítunk. Tehát az a cél, most az a mondás, hogy van 300 ezer forint osztálypénz összesen a 25 gyerekre egész évben, és akkor abból kell mindent kihozni. Én elhiszem, hogy ki fog jönni abból minden, és azért fog minden kijönni abból, mert, mert hát ahhoz igazítunk mindent. De Kérdezem én, valóban olyan magas szinten lehet a gyerekek létezését megtámogatni az iskolába, mint amennyire ez sok díszülő gondolja? Ugye? Hányszor halljuk ezt? Nekem a gyerekem a legfontosabb. Oké, okay, de akkor miért azon gondolkozom, hogy 1000 vagy 1500 osztálypénz? Miért nem azon gondolkozom? Miért nem kérdezed meg hogy fiú, lehet 3000-et fizetni, vagy 4000-et? Nyilván mindenkinek. És hogyha ennyit fizetek, akkor mit kapunk cserébe? Tehát akkor szóba jöhetnek extra programok? extra készségfejlesztők? Tehát lesz értelme? De ilyen kérdés én még egyszer nem hallottam. A tanár ajándékát is ebből kéne kihozni. Ezt ugye már múltkor egyébként okfejtettem egy másik videóban, hogy pofám lesz akad, amikor egy 20-25 fős gyerekek, gyerekeknek a szülői, tehát 20-25 fős csoportnak a, gyerek, tehát a szülei képesek voltak kierőlködni magukból, egész éves ajándékra, egy ilyen 5-10 ezer fontos utalvány, vagy utalványt, bárcsak utalvány lett volna, még az se, a helyi kézművesboltba, hogy támogassuk a helyi gazdaságot alapon, húha, tehát van baj, tehát hogy miért pont a, tanárnak tanáron, a tanárnak a ajándékával támogatni a helyi kisgazdaságot, miért nem te mész oda? Tehát, hogy nekem az a első kérdésem, de a felségem leállított, ne kérdezzem meg, ez két éve volt talán. Ne kérdezzem meg, mert akkor összeveszek ezen is valaki, azt mondtam, hogy jó, leállok, de most annyira bennem volt, hogy szerintem a tanára legjobban legyünk őszinték. Nem a csicsának körül, nem annak, hogy megvette a kézműves szappant, mert csak oda kapott utalványt, hanem egy Lidül ajándék, utalványnak körül legjobban tudod, még mert időben jár. És max, hogyha nem akar plusz ilyen nagy összegé vásárolni, akkor is vásárolni fog ennyi, max, akkor ő, a megmaradt pénzben meg azt vesz, amit szeretne. Tehát, hogy egy kicsit, tehát nem csodákat kell csinálni, hanem olyan dolgokat kell szerintem ajándékba a pedagógusnak adni, ami hozzájárul az ő életéhez. Tehát tök szép, tudod, hogy a, a, csinálunk-e, nem tudom, jár, mindenki aláírja a pólót, és köszönj, nagyon szép, nagyon szentimentális, de azért a napvégén a köszönöm, mert ritkán szoktunk tudni fizetni a lidülbe. Ö, nekem kellemetlen, és például ezért mi is ebben nyúlunk, vagy zsebben nyúltunk többször. Három gyereknél azért nyilván egyébként az ki kell számolni, hogy 150-200 forint így évvégi ajándékozgatunk, ha mindenkinek ajándékozgatunk. De ugye nyilván nem csak egy tanárnak, hanem akkor már mindenki, aki érintett a buliba, ezt felszorzom három, hát azért megy a matek, és nekem speciális, speciál, spec, és most szétsírom az internetet, de ez így igaz, olcsóbb lenne, hogyha nem kéne külön ajándékozgatnom, hanem az lenne, hogy a közösség összedobna egy normálisabb ajándékot, és azzal a mondás, akkor nincs külön, hanem akkor tessék egybe, itt van egy, 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 egy komolyan mitta, akár egy 50 ezer fontos Lidl utalvány per tanár, de ezt a közösség dobta össze, aki ajándéba gondolkozik, annak alapból olcsóbb lenne az egész így. Nyilván, aki meg nem, azek úszhatja a száját, de mi kérdezem én, hogy megint menjünk vissza, emlékez a nyári szüneteknek a pokoli kanossza járására, hogy, hogy az értékeljük már a másikat szerintem. Legtöbben nem fizetnek az iskoláért. Uh, egy magániskola 152 200 font per hó gyerekenként szeretném jelezni, és akkor gyereket vállalunk, akkor azért alapvetően vállaljuk azt, hogy fel ezt tisztességbe becsületesen nevelni, és nagy Isten esélyt biztosítunk ennek a pujának, hogy a jövőbe fel tudja venni a versenyt másokkal. de onnan rendszer jelenleg még, hogy ezért azért a legtöbb családnak nem kell fizetnie, sőt, ugye most már azt hiszem a tankönyvekért se kellett fizetnünk, tehát hogy azért, 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 vannak bizonyos részei, amik úgymond tehermentesítik a családokat. De most ehhez képest, hogy, hogy nem kell 200 kifizetnem, ahhoz képest érdekes hozzáállás azon gondolkodni, hogy 1500 vagy 2000 legyen havonta az osztálypénz, mert gondolkodhatnánk úgy, és jó, nem kell 200-at kifizetni, oké, okay. nyilván azért más kaliberű ö, oktatásra nem mondanám a különbséget, mert nem biztos, hogy mindenhol van pozitív értelemben előrelépés, de mondjuk jobbak a felszerelések, tehát érthető, hogy a magánsuli mér magánsuli, de ö, mondhatnánk azt is, hogy oké, okay, de mondjuk akkor, hogy nem 200, hanem mondjuk 10 ezer, tehát azért számolnom kell, hogy van, be fog kerülni ez a dolog az, ahhoz képest nem sok. És persze ugye vannak a matematikus szülők, akik egyből megkérdezik, hát hogy a 25 gyerek, és ha a 2000 forint ad osztálypénz, és ezt 10 hónapig fizetjük, az fél millió forint? Hát fél millió forint az rengeteg pénz, hát mit kezdtünk vele? Mondjuk ez szerintem egy baromság, mert a gyereked után, tehát továbbra is 20 ezeret fizetsz. Tehát ott per főre megy le, és a programok is per főre van egy költségvetés. Tehát azt hiszem, hogy itt a félmilliókat vizionálsz, ez nem túl, nem túl egészséges. Uh, hát van-e élet a papír túl? Kérdezi a költő. Őszintén, én nagyon örülnék annak, hogyha annak, hogyha létezne ezen felül is élet. Tehát nem a minimumot akarnánk mindig kihozni, hanem a, gyerek, és a gyerekek nem egy labdát rúgdosnának az udvaron, hanem ha kell, akkor jön egy új labda. Örülnék, ha a tanárokat értékelnék megfelelően, ezzel is ösztönözze őket, hogy, hogy tényleg minél inkább termentesüljenek anyagilag, hogy minél inkább a legyen kedvük kreatívan pedagógusnak lenni. És itt jegyezném meg, hogy hogy nem véletlen az, hogy nagyon sok idősebb tanár, aki benne van ebbe a szakmában már 20-30 éve, belefásul, megunja. És a megunás befásulásnak sokszor az a vége, hogy azt mondja, hogy ő már nem tesz extrát bele, leszharja az egészet. Nem azért, mert nem szedt a gyerekeket, hanem egyszerűen a rendszer és a hülye szülők kicsinálták mentálisan, és ilyen vegetálással, amit éppen előír neki a kik, vagy ki a fene, most éppen a fennhatóság, azt megcsinálja, ennyi. Na most azt gondolom a szülőknek is vadata ösztönözni a tanár, nem csak még a tanár ösztönöz mindenkit. És azt egy ajándék, egy értékeléssel tudod, hogy köszönöm szépen a munkát. Örülnék, ha időnként egynapos kirándulásokra lehetne szerveződni, és például elmennének egy állatkertbe, vagy ez értsd jól, ha állatkert, tehát hogy, hogy többször lenne a minimumnál, ha, tehát legalább egyszer többször. Például Budapesten állatkert 3500 forint a gyerekjegy. Egy ebéd a Mekibe, hogy ne legyen semmi luxi, 1500 a Happy Meal. Ha egy gombóc vagy itt még esznek hozzá, az még legyen 500 forint, tehát ez így 5000 forint volt a progi. Kérdezem én, hogyha te jól megszakfejtett, hogy 1000 forint lesz havonta az osztálypénz, az 10.000 forint 10 hónap alatt per gyerek, ha most abból egy állatkert 5000 forintot így elment, akkor hol jön ki a többi költség mellett? Sehol, tehát akkor megint ott vagyunk, lehet pluszba befizetni, jó de jó. És akkor nem beszéltem egy nagyon fontos gondolatról, amire egyébként nagyon sokszor az emberek de ezt veszem észre, hogy leszarják, nem érdekli, nem foglalkoznak vele. Ez pedig az, ami számomra teljesen egyértelmű és alapvető és magát értetődő, ha a tanár vállalja, van annyira jó fej, vállalja felelősséget. És ez rohadt kemény meló. 20-25 zsivongó, sokszor nem odafigyelő gyereket elvinni, kirándulni. Ez nem munkaköri leírás alapvetően. Tehát ez egy nagy felelősség, odafigyelés. Akkor azt gondolom az a minimum, hogy a osztály fizesse számukra legalább a fogyasztást. Tehát köszönjük szépen, az egy ebéd, meg egy fagyika, neki is ugyanúgy bele kell, hogy férjen. És az osztály fizeti, tehát hogy, hogy a tanárnak már ezzel nem merüljön fel plusz költsége, mert azt ne várja el senki, hogy a tanár a bizony, hát szinte alul fizetett, tehát al, alul fizetéséből, ő még fizesse a, a, a fogyasztását azért, hogy a kölköd jó legyen. Persze, itt is van megint a rendszerbuktató fotelforradalmár, akit jól megszakfejti, hát a tanár amúgy is enne, hogyha nem a gyerekemmel lenne, igen, csak ez egy gesztus, egy gesztus abba az irányba megint, hogy hálásak vagyunk, szeretnénk, hogyha kifejezni a hálánkat, hogy foglalkozott ilyen szint a gyerekkel. Tehát, hogyha ösztökéled a tanárt, hogy igen, legalább uh, minimum gesztusokat kap, hogy, hogy, hogy igen, hogy, hogy legyen kreatív, legyen proaktív, az a gyerekednek lesz jó a nap végén. Na mindegy, sehogy nem jön ki, egyébként így a fizetés, jön az extra befizetés, magunkat csapjuk be, megint elhitetjük magunkkal, hogy jaj, csak 1000 forint, ha mondt az az pénz. aztán egyébként, ha rá is vagy, akkor nem ennyi lesz. Vagy pedig, ha ennyi az a nagyobb baj, az azt jelenti, hogy semmi nem történt abba az évbe, ami extra volt, az meg kérdés, az mennyire jó. Zárójelbe. Az, azzal is számolni kell egyébként, és itt egy másik fontos gondolat, hogy lesz olyan gyerek, akinek a szüleinek valójában nincs pénze erre. Anyagi lehetőség nem engedi meg, és ez fontos, név nélkül kell kezelni, nem szabad megalázni senkit. Például az SMK-snak a feladata, hogy akkor név nélkül, de tudtára adja a közösségnek, hogy igen, volt olyan gyerek, aki ne, nem mondjuk meg, hogy ki, aki nek a szülei sajnos most nem álltak úgy, de olyan nincs, hogy egy osztályba a gyere, egy a anyagiak miatt hátra Főleg egy gazdag régióban, de szerintem amúgy ez sehol sem lenne szabad, hogy megtörténjen, oda kell egymásra figyelni, és akkor a közösség dobja össze, a közösségnek a másik 20 vagy 19 szülőnek ez tényleg egy picivel kell még többet betennie, és az a pont össze is jön a, a plusz egy-két gyereknek a, a pénze, és mindenki boldog, és jót is tettél. És hogyha az év végén marad pénz, akkor mi lesz azzal, ugye, megint teszik fel a matematikusok a kérdést, reszketve, nehogy véletlenül négyezer forintben maradjon a rendszerben, mert akkor az a időkontinúm a idő össze fog itt omlani. Hát A verzió, visszük tovább következő évre, na bum, egyébként meg ugye nőnek a költségek is, de hogy Isten, tehát hogy az egy picit mindig drágább minden, lehet, hogy akkor ha tovább görgetjük, már nagyobbat álmodhatunk, és már két gombot szvagyira is húthatja a gyerekednek, és jelzem itt még egyszer a gyerekednek, vagy pedig elmegyünk fagyizni, tehát azt mondjuk, hogy jobb ma egy gombot mint holnap egy túzok, elmennek évvégén egyet fagyikázni, és el is ment az osztálypénz azzal lendülettel. A IFL Group online pénzikus közösség Facebook csoportba csináltam erről egy szavazást, hogyha mennyi az osztálypénz, és hát itt a válaszok. Az nagyjából Várjál, csak itt két dobok. A szavazóknak a 38%-a szerint 2000 forintnak kéne lenni a, a, a sztepénznek, 16%... Bocsánat, nem, 38, de itt volt 4% aki évre adta meg, tehát 42% szerint 2000 forint, 16%-nak szerint meg 1500, volt azért 7% aki 2005, 1% 3000 13 százalék szint 5000 forint, hát volt 21 százalék ezer forint per hó, én ott nem teljesen értem, hogy, hogy ami, amiről eddig is, ha mellett végighallgatod a videót, akkor nagyjából érted, hogy miért nem értem ezt a 1000 forintot, én a 1500 sem értem, 2000-nél kezdünk szinte abba az irányba fordulni, hogy jó, tehát mondom, már kezd normális lenni ez a dolog, de nagyon meglepő volt, nagyon érdekes volt számomra, hogy itt egy alapvetően pénzügyileg tatos embereknek a, a, véleménye mit ad vissza, mit tükröz. Mennyi lenne reális, mennyi lenne reálisan szerintem az osztálypénz, ha nem túlélni akarunk, hanem inspirálni. Ha úgy gondoljuk, hogy a gyerekünket nem csomagmegőrzőbe adjuk be, hanem egy olyan helyre, ahol a esélyt meg akarjuk adni annak, hogy fejlődjön, kulturálódjon, lásson dolgokat, ne csak a padba rohadjon meg, akkor havi 3-4 ezer forint szerintem a reális, nyilván Budapestes agglomeráció, meg gazdagabb települések, tehát most megint nem Ozdról beszélek egyébként, teljesen, ott már teljesen más számok vannak, de, de tényleg, tehát, tehát de, de amúgy hozzáteszem, nem lepődnék meg azon, ha Ozdon is ugyanúgy 1000-1500 ellen az osztálypénz, mint Biatorvágyon, vagy Budaörsön, csak ö, közte eléggé lényeges az életszínvonalbeli különbség. Ö, de az, hogy ugyanannyi akarunk befizetni ma, mint húsz éve, az szerintem nagyon elgondolkodtató. És az az igazság, hogy hogy ezt az elgondolkodás számomra, én erre nem tudom ráhúzni a politikát. Tehát nem tudok egy jót Orbánozni, nem tudok egy jót Gyurcsányozni, nem tudok elhúzni, se, semmi, tehát én itt a, 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 az embereknek az egyén, a egyénnek a felelősséget látom ebbe, a ő mindsetjét, úgy általában a gondolkodás mondját, hogy, hogy hogyan tekint az iskolára, és hogy miért nem merül fel, hogy... Tehát A-verzió fel sem merül, hogy többet kéne adni, hogy többet kapjunk vissza. B-verzió nem merem felhozni, mert ugye az a, akkor az, az általános gondolkodás te egy bursúly, kis izé felvágós, vagy hát te mit fágsz fel itt azzal, hogy te négyezret is fizetnél, hogy képzeled ezt. Ö, simán benne van egy ilyen is, nyilván én, se, én sem mertem beírni semmilyen összeget, nem is szavaztam mert, mert, mert nem akarok, nem akarok, nem akarok felsősen konfrontálódni. Tehát ez is, ez is benne van szintem a közhangulatban, hogy, hogyha valaki feldob egy, egy, egy ötletet, ami mondjuk lehet, hogy a nem általános, de mondjuk építő jellegű, akkor az emberek azok általában nem azt nézik, hogy hú, de jó ötlet volt, meg építő jellegű, max nem értek vele egyet, vagy most ezt kippeljük, hanem kb. Így, így, még meg is dobálnak kővel, hogy ha nem is face to face, akkor hátad mögött, na, ha Na izé, mit itt, vagizik a hülye gyerek. Pedig csak egy, le, egy legit igénynek kéne lenni annak, hogy a gyerekemnek a lehető legjobb legyen, és le, legtöbb esélyt adjuk meg a jövőre nézve. Na mindegy, ír meg kommentben, hogy szerinted mennyinek kéne lenni az osztálypénznek 2024 be Külön jelölt, hogy iskolába mennyi, ki alsóba, felsőbe, oviba, tehát hogy úgy lássuk, hogy, hogy mi mivel gondolkoztok ti hogy látod, illetve a videóra is a reakciókat elfogadom, és hálásan köszönöm. Szép napot kívánok, sziasztok!